Sziasztok! Köszöntelek titeket a Schaefer TV második részében. Most azt fogjátok megtudni, hogy milyen egy játékos átlagos napja. Általában 9-re kell megérkezni az edzőpályára, ezért 8-kor kelek, és legkésőbb 8.35-kor indulok el. Simán indulhatnék 8.50-kor is, hiszen nagyjából 5 perc az út. Valamiért korábban szoktam menni. Na de, akkor induljunk. Közben bekanyarodunk az akadémia felé. Megköszönjük főnök úrnak, hogy kinyitotta a kaput. Köszönjük. És beállunk Kalmármester mellé. Megérkeztünk a holba. Igen, alá kell írni a papírt, hogy időben megérkeztünk. Jó reggelt! Jó reggelt! Szia, Andi! Jó reggelt, Antibá! Jó reggelt! És menjünk be a prózomba. A csapatmenedzserek kedilekét is megláthatjuk. Jó reggelt! Két room. Ciao. Marian mester. És megérkeztünk az öltözőben. Itt mindenkinek itt van a képe. Itt a panamai részleg. Mindjárt megyünk a fizió szobába. És megérkeztünk. Szia, Poli! Jó reggel! Mi újság? Na, Borec, csoje? Nincs, bravo. Itt vannak a masszörágyak, mindenfajta kellékek, és akkor indulás reggelizni. Csókolom! Csókolom! Jedličku, Borec! Ciao, Gránzsini, Pámuski! Pánom, a doktori zállt a telefonon, a merégó pánom! Spiritós, ha innen lenni. Mindenki nagyon éhes. Ciao guys. És ismét felérkeztünk. Ez a videószoba, moziszoba. És belépünk a játszóházba. Itt található egy ilyen pihenőszoba. Itt van nagyon sok ágy. Igen, itt szoktunk pihenni meccsek, vagy két edzés között. És akkor belépünk a játékparadicsomba. Zsolt, köszönöm. Itt van a pingpong bajnok. És a örökös második. Itt van egy sakk. Innen, hogyha esetleg a kicsik meccset játszanak, azt tudjuk nézni is. És jön a szoba valószínűleg legjobb része, a kártyabarlang. Itt a helyek foglaltak, és csak örökölni lehet őket. Mint a legrosszabb. Mit fogsz most csinálni a Zsoltnak? Zsoltnak ilyen sorokvédőt. De jobban fejezik, mert nem értik a nézőt. Ez a szakkifejezés? Ez a hivatalos neve? A szőrszobába is betekintést kapunk. Béla mester, mit művelsz? Mesélj el éppen, mit csinálsz. Készítem a játékosokat a edzésre, hogy kellemesen tudják tölteni az időt. És készen vannak? Are you ready? Always, bro. Always, oké. Ramirez, echame la culpa. Como estás? C'è la culpa a César Café. César. Our streamer is back. Nézzük meg.
Nincs a csapat motorja. A válogatott meghívókat összesítem. Itt a tiéd is. Ez egy komoly ember. Azt kell, hogy mondjam. Igen. Ez egy, ugye, egy kis szauna. Ilyen jegeskádak és a fő jegelő gépezet. Ez nagyon szuper, hiszen nagyon hideg és nagyon jó edzések után, és még ilyet is tud, ezt nézzük. Na, ezt én soha nem kapcsolom be, mert nagyon hideg. Jaj, de hideg! Három helyzet kell belenni, és utána az a leghatosabb. Ez a nagyon jó reggel. És most engem ért a megtisztelés, hogy bemeltek a jégbe. Say something to the fans. Say something back. Gyere, gyere! Pome! Most végeztünk az edzéssel, és indulunk boltba, aztán haza. És meg is érkeztünk a hotelhez. Most lerakom a csomagomat, és nyitom az ajtót. Itt van egy kis PlayStation TV-vel, ez az én birodalmam. Csocsó biliárd. Ezt nem nagyon szokták használni. Itt egy bár. És itt vannak a legnagyobb kapus tehetségeink. És újra itt lennénk. Az első részből kiderült, hogy nem vagyok egy rendmániás alkat, de nagy szerencsémre azért 2-3 naponta kitakarítják a szobát, viszont azért én is próbálok odafigyelni a rendre. Mivel elmaradt reggel a szoba mutatása, ezért ez most következik. Kedvenc utcaim, tusoló, mosószerek, azok az emértek, szennyes tartó, ágy, tévé, gyógyszerek, hűtő. Ezt az edző remélem nem látja, de akkor ez a kis éléskamrám. PlayStation, szerencsemalac. És a legfontosabb keresztrejtvény. Hát, úgy látszik, Katilának még nem volt elég rossz a mai napja, úgyhogy ki volt játszani. Sajnos beestem abba a hibába, hogy lebecsültem az ellenfelemet. Attila lett egy óriási zicserál. Mint láttatok, Attila nem élt azzal a hatalmas nagy helyzettel, ezért vesztesen hagyta el a pályát. Kérlek, összegezd a találkozót. Hát, lássuk, jobb voltam. Sajnos a fekete után bement a fehér. Most a srácok játszanak egy selejtezőt, és a győztes sel találkozom a döntőben. Sok sikert, urak! Sziasztok, sárgakékek! Eljött a búcsú videó pillanata is. Kicsit sajnálom, hogy így a vírus időszak, a járványhelyzet miatt nem tudtak titeket elvinni mondjuk kávézni, vagy éppen egy átlagos boltba menésre, de úgy gondolom, hogy így is egy kis betekintést nyertetek a kulisszák mögé ezáltal. Elég mozgalmas napon vagyunk túl így is, hiszen két edzés volt, és azért, amit próbáltam, bemutattam nektek. Most pedig eljött a nap utolsó feladata, ami ez a keresztrejtvény lenne, úgyhogy ha nem haragszatok meg rám, akkor most elköszönnék, és búcsú záróként nagyon várunk vissza titeket a stadionban. Sziasztok!